A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Itt most talán felezőnél, az év felezőjénél nem lehet vitás, az esztendő talán legfontosabb színházi eseménye mindenképpen a Székesfehérvári Balettszínház darabja volt, a Kövek című táncszínházi mű. Annál is inkább, hiszen ez a megemlékezés 1944-re emlékeztünk, a haláltáborokba hurcolt 800.600 és 800.000 közé tehető zsidó honfitársaink előtti tisztelgés. Erről már egyszer beszélgettünk, illetve többször is Egerházi Attilával, illetve Simon Lászlóval, most azonban egy olyan beszélgetés következik, ami kicsit tovább visz ebben a történetben, hiszen azt hiszem, hogy ez a nagyon is megérdemli. Tehát vendégeim Krisztina Porrez Mormeneo, a Székesfehérvári Balettszínház koreográfus, asszisztense, próbavezető, balettmestere és vezető táncosa. Tisztelettel köszöntelek, örülök, köszönöm, hogy itt vagy velünk, Krisztina. És természetesen itt van velünk Egerházi Attila, a Balettszínház rendező, koreográfusa. Itt, hogyha a darabról beszélünk, a librettót is te magad írtad, illetve a látvány és díszlettervek is a tieid. Azt hiszem, hogy így kerek ez a történet. Hát igen, ez a darab, mint azért az én darabjaim általában egy egységet alkotnak, és ehhez azért igyekszem megkeresni a társalkotókat, rendre dolgozom is velük, azért itt is voltak nagyon komoly társalkotók, ugye a jelmez és a díszletnek a kivitelezésébe segítettek nekem az ötlet megvalósításba, de legfőképp a jelmez az önálló terv. De hát azt is természetesen megbeszéltük Pajor Patriciával és Herman Anettal. Egy nagyon kiváló fénytervezővel sikerült megint együtt dolgoznunk, már dolgoztunk vele együtt a pillangó kapcsán, ő Járon Abula fia, egyébként ő izraeli származású, táncszínház világában az egyik legkiemelkedőbb alkotó, és hát Födő Sándor nevét muszáj megemlíteni, aki egy eredeti zeneművet írt erre a produkcióra, egy nagyon erőteljes, dinamikus, magával ragadó egyedi hangvételi zenei világ. És hát ami a Krisztina, aki ugye állandó partnerem és alkotótársam, nagyon sokat jelent számomra az ő segítő munkája, és egy, aki gyakorlatilag utána életben tartja a táncosokkal, és magas színvonalon tartja ezeket a produkciókat, így a Köveket is, miközben, és ez elég ritka, van ilyen, de ritka, maga is táncol, méghozzá főszerepeket, úgyhogy ez egy egész kivételes tehetség, nem mindenki tudja ezt. Nos, egy név kimaradt, annál is inkább, mert az irodalmi betétek szerzője Simon László. Ezt mondottad, József ezért Attila nem díjas író, nem költő, is mondottam, hiszen a Magyar Művészeti itt Akadémia tagja. És mielőtt beszélgetnénk, mert most már Krisztináé lesz a szó, nézzük meg, hogy mit mondott, hiszen az előadás előtt azért megszólítottunk lehetőségeink szerint mindenkit, Simon László a darabról. Rendkívül nehéz a tánc nyelvén keresztül visszaidézni a vészkorszaknak a szörnyűségeit. Egy olyan komplex darabot fognak látni a székesfehérváriak a Münkös vasárnapi premiéren, amelyen a zene, az erre alkalomra született zenemű, az Egerházi Attila által koreografált táncelőadás és a beleilleszkedő, kifejezetten a koreográfia forgatókönyvéhez illesztett és a zenei betétekhez bevágott szövegek fognak adni egy egységet. Bízom benne, hogy ez így együtt képes lesz megmutatni azt, ami történt a magyar zsidósággal. Persze mindezt egy egyszerű hétköznapi történet keretei közé építve, hogy egy fiatal pár egymással megismerkedik, egy szórakozó ilyen Budapesten, és aztán utána mind a kettőket elviszik. Az egyszerű kerettörténet az az, hogy milyen módon tud létrejönni egy szerelem, és aztán utána hogyan torkolik mindez egyéni tragédiában, mely fölmutatja, sejteti a kollektív tragédiát és a magyarországi zsidóság nagy részének a deportálását.
Nos, hát én azért tudom, hogy egy darab előkészületei milyen feladatokkal járnak. Krisztina, viszont nagyon fontos, hogy ez egy kicsit más mégis. Tehát nem csak a kellő figyelem kell, és a szakmai tudás, az a magas szintű szakmai tudás, ami a tiéd egészben, hanem sokkal több kellett ennél. Mégpedig azért, mert maga a történet, és ahogy itt már beszélt róla az előzőekben Elsimon László is, ez egy kivételes lehetőség arra, hogy mélységeiben mutassuk meg egy darabon keresztül, egy köznapi történeten keresztül, hogy mit élhettek át 1944-ben honfitársaink. Hogy fog hozzá egy remek táncos, aki egyébként nagyszerű koreográfus, illetve balettmester is a munkához? Miként lehet ezt megértetni, átgondoltan továbbítani a táncosoknak? Hát először is szituációba kerülni, mert ez nagyon fontos, hogy amikor a koreográfus kéri, vagy meséli, hogy hol szituációban, hol vagyunk, akkor ezen mélyülni a táncosokkal, főleg, hogy mi főszereplő sokszor beszéltünk, hogy melyik helyek, úgy éreztünk közelebb az irányítás, mondjuk úgy, amit Attila akar látni, és hol nem, és azon dolgozni, hogy legyen karakter, legyen erős érzékek, amivel kell hozni, és Attila nagyon jól mindig tudja minket irányítani és mondani, hogy mit szeretnél látni. A zene inspirálódó volt, és a szöveg sokszor az volt a munka, vagy a legnehezebb munka, ugye fordítani, és hogy a táncosok legyen tudás. Igen, mert hogy itt tudás, ugye nem? A darab alatt ment a szöveg, amit Sarádi Zsoltól hallhattunk egyébként, tehát betétként, ami elmagyarázta és tulajdonképpen érthetővé tette azok számára is, akiket táncszínházi műből, a mozdulatokból nem tudták volna megfejteni. Egy nagyon fontos, két fontos dolog hangzott el, most visszafele mondom, te azt mondtad, hogy elmagyarázza. Nem magyarázta el. Pont ez a lényeg, hogy egy irodalmi szöveg volt, még csak nem is illusztrálta, hanem egyszerűen, mint egy vers, nekem Adi az egyik kedvenc költőm, és ő is ugye, de ez nagyon fontos dolog, hogy közelítjük meg az irodalmat is. Számomra az irodalom is olyan, mint a zene. Tehát Adi, ahogy, meg egy koreográfia, ahogy a szavakat koreografálja, hogy szabad azt mondanom, az nem magyaráz semmit, viszont olyan érzeteket kelt az emberekbe, amely érzetek magyarázatot adnak dolgokra, vagy nem is adnak magyarázatot, csak jobban mélységeiben megértik. Na most Elsimon László is, többször dolgoztam vele, egy kiváló költő, kiváló érzékű költő. Tehát nem egy primér irodalmi szöveg, ami valóban magyaráz valamit, vagy elmesél akár egy történetet, hanem olyan költő ilyen játszik a szavakkal, hogy az is a koreográfia része tulajdonképpen. A másik, ami ugye elhangzott, az a szituáció. Az alkotásnál az a legfontosabb dolog, hogy egy táncos szituációba kerüljön, az adott helyzetnek megfelelő szituációba, az az érzeletvilág vagy érzelemvilágba, és igaz legyen az a karakter, azt is mondtad, hogy karaktert kell megrajzolni. Egyébként nem cselekményes balett, és nekem veszőparipám, hogy ott is a cselekmény hiánya is maga a cselekmény, ahogy azt Elsimon Laci ezt írja is egy másik művébe, és ez így igaz, én is így vélekedek, hiszen nagyon, ahol nincs cselekmény, ott nagyon sok cselekmény van, és az emberek megértségtől függően látják, megélik a karaktereken keresztül. Ugye úgy fogalmaztál, hogy ez a szó klasszikus értelemében, hogy nem egy klasszikus értelemben vett történetről van szó. Így van. Ilyenkor a balettművésznek, a táncművésznek mi a dolga? Amikor nem történetről van szó, hanem mégiscsak át kell élnie és meg kell tudnia mutatni nekünk, hogy voltak éppen mi történik. Érezni, hogy mit szeretné ebbe a szituációban mondani, és ebből kijönnek már az érzéseik, és szerintem már az lehet odaadni, és nincs egy titkos technika, valami mindenki úgy találja ez magával. Szerintem nagyon sokattól függ a koreográfustól, meg az instrukciók, ami mi táncosuk, egymás adunk, hogy tudunk ezen fejlődni jobban. De nincs egy szisztéma, amivel így jobban tudunk ezt megcsinálni, hanem megélni ezt a szituációt, és ebből lesz. Tehát külön-külön az ember megéli, hogy aztán az egyén csapattá váljon.
Ez is igaz. A másik, hogy ebben az esetben is lehet azt mondani, hogy van történet, tehát van egy fő cselekmény, és ez egy szürreális látomás, tehát olyan, mint egy álom. Az álomnak is vannak ugye fázisai, de nem mindig függenek össze, de itt ráadásul még össze is függenek, hogy eljutunk valahonnan valahova, ahogy a bejátszásból is ugye Elsimon László elmondta, tehát ez egy szerelmi történet, ami drámába torkollik, nem spoilerezem a teljes történetet, de azért egy követhető, tehát a néző számára követhető lineárisan ez a történet, de szürreális, megtördelt, szürreális látomásokkal, és valóban megint visszakanyarodunk ahhoz, amit megint elmondtad, azt a szót, hogy bűvös szót, hogy szituáció, ezzel kapaszkodó egyébként a koreográfusnak is, amikor alkotási folyamaton, amikor még nincs semmi, végig megyünk a szituáció, és a táncosnak is úgy gondolom, és Krisztinának is szerintem, hogy a szituáció adja mindig az adott szituációt. Tehát árnyaltan kell táncban is megfogalmazni ezt a fajta koreográfiát? Igen, több rétűen. Uh-huh. Tehát mindenképpen olyan mozdulatokat kell tervezni, amelyek azért a nézők számára is megértetés. Igaz mozdulatokat kell. Igen, tehát igaz mozdulatokra gondolok. Igaz, igen. Milyen a folyamat? Nyilvánvaló, hogy az egy fontos rész, hogy ugye arról beszéltünk, hogy miként kezdtetek hozzá, akkor, amikor már kész volt a libretto, és kész volt minden, majdnem csak, de melyek a legfontosabb mozdulatok ebben a folyamatban? A legfontosabb? Igen, melyek a legfontosabbak? Vagy a legnehezebb. Akkor legyen a legnehezebb. Az a kezdés a legnehezebb, és a legfontosabb, ugye szerintem a kezdés, meg a vége, amikor az izgalmas rész szerintem, mert a kezdés még nem tudod, mivel rajzolsz, hogy fogsz rajzolni, mert amikor egy nagy rész a rajz, látsz a szkéma, meg a struktúra, akkor hogy befejezni, az is szerintem egy nagyon izgalmas rész. A legfontosabb, hogy a menet. Én szeretem a menet, hogy alakul az elejétől a végig egy darab, és akkor visszanézni videók a próba, hogy mit változik, mit nem, mert ez egy szép folyamat az egész darab készülés. Az nekem nincs egy legfontosabb, hanem az egész a kezdés végig, hogy alakul, és hogy tudunk ezzel formázni. Mennyire segítek neki ötletek, vagy nem, mennyire változik, mert az eleje szerintem ebben a darab kétszer vagy háromszor változtunk. És igen, igen. És az is szép, mert izgalmas látni, hogy nem is gondoltam, hogy sikerül, de mégis jobban tud sikerülni. Az is ez egy szép dolog. Fontos, hogy kerek egész legyen már, mint itt az érzelmi mélységekre gondolok, hiszen a koreográfiának meg kell mutatnia, főleg egy ilyen darabban. Hát az, hogy kerek egész lesz egy darab, az nyilván csak a végén derül ki. Valóban, amit Krisztina mondott, az nagyon igaz, mert ugye Buddha is mondja, hogy az út a fontos, nem a cél, hanem az utazás. De most ez is egy nagy utazás, tehát elindulunk valahonnan, egy tabula rasa, tehát káosz van, és akkor a káoszt elkezdjük felrajzolni erre az üres papírra. És pont ez a folyamat az izgalmas, az alkotási folyamat, és annak a reményébe, vagy azzal a céllal alkot az ember, és dolgozik a táncművész is, hogy ez majd egy kerek egész lesz, és kiállítható lesz. A hagyományos élete a kortázen mennyit segít abban, hogy a koreográfia valóban olyan legyen, ami kapcsolódik ehhez a sors tragédiához? Ez inkább világzene, amit a Földös Anyi ír, tehát nem is tudnám, nem is lenne szerencsés berakni bármilyen boxba. Nem kortárs zene, bár kortárs zene, mert ma született, tehát kortárs zenének egy ága, inkább világzene, tradicionális zsidó zenei motivumokat használ kortárs zenére átültetve, de nem úgy, mint Ligeti, úgy, mint Födő Sándor. Nagyon érdekes, nagyon színházi zene. Inkább azt mondanám, hogy nagyon színházi, nagyon táncszínházi zene, nagyon táncolható zene, és nagyon sokrétű, tehát nagyon sokszínű.
zenei világában is vannak egész magával ragadó, valcerszerű zenék, vannak egészen kortárs hangvételű, minimál zenék, úgyhogy egy nagyon és nagyszerű zenészekkel dolgozott együtt. Miként érintette meg például téged, a táncosokat, maga a történet? Hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy ők nagyon sok mindent táncolnak, tehát vannak drámák bőségesen, vannak vidám darabok is, ez nem vitás, ez viszont mégis egy kicsit más. Például a főszerepet táncolsz, ott olyan mélységeket kell megmutatni, ami tragédiába torkolik, ugye az egész történet, ami azt hiszem, hogy rendkívüli kihívás. Hát igen, mert azt lehet elképzelni, de érezni, aki... Tehát én nagyon sokat gondolkoztam ebben az időszak, hogy mit mentek túl az emberek, ami ez nem normális szituáció, és hát nagy kihívás, igen, remélem jól sikerült a színpadon, de nagyon sokat dolgoztunk az érzések, hogy legyen igaz, hogy nem valami... Ahogy mondtad, hogy nem imitálunk, nem egy pantomim, hanem belül jönnek ezek a kifejezés, és a mozdulattal együtt élnek. Igen, hát ez megérintett bennünket is, hiszen láttam könnyező vendégeket, nézőket bőségesen, és azt hiszem, hogy ez ilyen értelemben nagyon-nagyon fontos, mert ebben a felgyorsult 21. századi világban vissza kell térnünk az eredendőhöz. Ez is volt az egyik szándék, hogy úgy megmutatni valamit, hosszú idő múltán, hogy igenis tessék ellen gondolkodni, hiszen azért fontos történések vannak ma is. Ami fontos, és kapcsolódnék Krisztina által elmondottakra, a dráma az dráma, és amire felhívja a figyelmet ez a darab, az, hogy ember emberrel ilyet nem tehet. Sem származás, sem vallás, sem világnézet, semmi jogalapon, vagy mondva csinált jogalapon, ilyen nincs. Tehát a dráma vagy dráma, tehát ez bárkivel, bármikor, bármelyik népcsoporttal előfordulhat. Erre figyelmeztet a holokauszt és a holokauszt 80, hogy ember az emberrel ilyet nem tett. Az élet a legszentebb dolog a világon, és ami nekem fáj, ugyanúgy fáj a másiknak. Ha engem elpusztítanak és megkínoznak, az ugyanúgy fájhat a másik embernek. Tehát ilyet, tehát nagyon sok ember, nagyon sok csodálatos tette volt az embernek, az eddigi történelme során, és sajnos legalább annyi, ha nem több gazt tette. Ez az egyik legnagyobb gazt tette, ami a holokauszt alatt történt. Ezt azért nem nehéz egy művész embernek ábrázolni, mert egy művész ember, így a táncművész is, nagyon érzékeny. Az átlagosnál talán érzékenyebb. És a drámát, ha csak önmagában nézi, ha elvonatkoztat, persze nem lehet elvonatkoztatni a témától, és nem is szabad, de ha mégis elvonatkoztat, és csak drámaként kezeli, tehát föntről tanúszemlélettel nézzük, az egy olyan erőteljes katarzis, amiről nem tudtak beszélni azok, akik ezt átélték. Én beszéltem holokauszt túlélőkkel, amikor készültem a darabra, és pont ezért a táncművészet nagyon alkalmas erre, hogy a szavakkal kimondhatatlant mégis ki tudja mondani a mozdulat és a zene révén. Fájdalmában az ember énekel. Igen. Sokszor. Tehát gyakorlatilag a táncművészet talán legalkalmasabb arra, hogy arról beszél, amiről akik átélték, nem tudtak sokáig beszélni, és ma se tudnak talán. Így van. Ahogy a szlogenjében is szerepel, mármint a Balettszínház szlogenjében. Ne elnézést. Hogyan tovább? Hiszen... A kövek kapcsán? Igen, a kövek kapcsán, hiszen ez egy olyan darab, ami azt hiszem, hogy kell, hogy lássák Magyarországon mindenütt. Nagyon szeretnénk, ha ennek egy hosszú utóélete lenne. Ez egy kiválóan sikeredett darab, köszönhető ez, amit elmondottuk az alkotótársaknak is, de leginkább a Jóistennek, aki a fejünkre tette a kezét, vagy a szívünkre. És hát most a legközelebbi állomása, és a budapesti bemutatója lesz, ami szintén nagyon fontos számunkra, az a Művészetek Palotájában. Feltehetően, azért mondom feltehetően, mert még folynak a tárgyalások, de már van egy kitűzött időpont, november 5-e. Művészetek Palotája, szeretnénk idehaza Székesfehérváron minél többet játszani, és hát tervbe vettük a Mazsi Hisszel, aki támogatja, felkarolt ezt a darabot, sőt, ugye már beszéltünk a korábbi adásban, hogy dr. Grósz Andor, a Mazsi Hisz elnöke felkérésére készült ez a darab, ugye ő régi
ismerősünk, barátom, mondhatom, vagy 20 éve, és ő neki is ez szívügye természetesen, és segítkezik abban, hogy minél több magyar városba elvigyük. Aztán készül, elárulok egy titkot, készül egy fordítása, egy angol nyelvű fordítása az irodalmi szövegbetéteknek. Minél hamarabb szeretnénk azt is felvenni, és beilleszteni a darabba, hogy el tudjuk vinni külföldre is. El szeretnénk vinni Izraelbe és más országokba. Szerintem ez a produkció és a téma és annak az üzenete mindenféleképpen megérdemli azt, hogy ezt minél többen lássák. Hogyan tovább, kettőt is megkérdezem. Előtte azonban, mivel már beszéltünk Kubáról, de Krisztinától még nem hallottam, hogy milyen volt. Jó volt Kuba, nagyon jó. Sok volt a munka, ami az is jó, mert nagyon, nagyon jó volt a közönség, állva lapsoltak, és ez nagyon látszik, hogy a lelkes, nagyon-nagyon boldogság tettünk nekik, és az nekünk is. Hát te nagyon szép ország, rövid volt az idő, azért kell újra menni. Mennyi? 4 nap? 5 nap? 5 nap volt? De, utazással négy, együtt? Nap. De hát csodapillanatok voltak, nincs kétség. Csodapillanatok voltak, egy másik kultúrának, teljesen más igen. kultúrának elvinni a mi kultúránkat, és azt valóban, nem azért, mert nem voltak székek, az ültve nézték az előadást, de már tapsolni állva tapsoltak, tehát az jelenti, hogy standing ovation volt. Nagyon-nagyon nagy siker. Mind a Nemzeti Színházba léptünk fel, az egyik legnagyobb színház a Havannának, vagy nem a legnagyobb, és a nagyon híres színház, a Teatro Marti, és fantasztikus hangulatú előadásokat tartottunk. No, hát akkor hogyan tovább, kettő, hiszen nyilván, hogy a kövek után és mellett is azért készült a új darabba, bár Pinocchio. Most jön egy kis szünet, biztos lesz. Most lesz a nyári szünet, és utána már kezdünk augusztusban a Pinocchio. Az új darabot lesz a Balett Színház gyerekdarab. Én leszek a koreográfus, és hát és nem én leszek Pinocchio. És te leszel Pinocchio. És hát rengeteg koreográfiák még kell újra tanulni, mert várnak szeptembertől a repertoár paráde, Phantom Fájdalom, adjuk tovább, még sorolhatnám, meg van. Jó, hát akkor jó pihenést kívánok erre a nyárra. Mi köszönjük a köveket, köszönjük mindazt, amit az esztendők során kaptunk tőletek. Mi is köszönjük jó a szeretetet, köszönjük, amit mi kapunk igen, a várostól. Így van, és hát a mosoly azért nagyon-nagyon fontos. Én azt mondom, hogy ez a mosoly kísérjen el benneteket ezen a nyáron is. És hát én bízom benne, hogy szeptemberben vagy valamikor úgy is fogunk találkozni, és akkor visszatérünk a bemutatókon. Tehát akkor hajrá nyár, szép napokat, szép hónapokat. Én is szép nyarat kívánok, és köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. És természetesen ez vonatkozik a társulat valamennyi tagjára. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Krisztina Porras-Mormeneo és Egerházi Attila volt a vendégem. Beszélgettünk a kövekről, arról a táncszínházi műről, amely méltó módon emlékezik, mutatja be 1944-es zsidó holokausztot itt Magyarországon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.